Rossz hírem van az allergiásoknak, idén több parlagfűvel fertőzött területre és intenzívebb virágzásra lehet számítani. A tavaszi időjárás kedvez a parlagfű terjedésének. A sok eső és a napos időszakok váltakozása miatt a korábbi évekhez képest nagyobb területeken találkozhatunk az allergén növénnyel, intenzívebb a virágzás is. A szakemberek szerint a megelőzés minden esetben hatásosabb és egyszerűbb, mint a kezelés. A gabona és a repcefélékben akár egy egyszerű permetezéssel is megelőzhető a gyomnövény elterjedése. A gabona és a repcében igazából nem okoz problémát, mert a csírázási ideje az olyan későn van, hogy már akkor a növényállomány az beborítja a talajt és nem tud csirázni. Viszont, hogyha a betakarítás következtében a területen nem végezzük el a tarlóápolást, akkor jelenik meg a parlagfű. Ugye a parlagfű azt jelenti, hogy kicsit műveljük, kicsit nem műveljük a területet, ez a parlag, emiatt ennek ez kedvez a parlagfűvet kezelésének. Hogyha ezt okszerűen is megfelelően használjuk, tehát van olyan gyomirtószer, aminek van talajhatása, és ez mind a repcében, mind a búzában van ilyen készítmény, akkor a csirázását fogjuk ezáltal megakadályozni, és egy egyszerű talajműveléssel, talajápolással meg tudjuk oldani azt, hogy a parlagfű nem fog csirázni a tarlókon. Megyén korábban az ország leginkább fertőzött területei közé tartozott. Az utóbbi években viszont egyre jobb a helyzet a keleti részen is, ahol nehezíti a védekezést, hogy a szomszédos országokban, Ukrajnában és Romániában egyáltalán nem foglalkoznak a parlagfűmentesítéssel. Úgyhogy nem tudjuk, mihez kezdenek majd az allergiások idén, de úgy tűnik, hogy sokkal nehezebb lesz ez az év, mint a tavalyi volt. Erről beszélgetek Sipos Tiborral, a megyei növényvédelmi főfelügyelővel. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, nagy tiszteltek, köszöntöm a kedves nézőket. Mi az oka annak, hogy idén több lesz a parlagfűvel fertőzött terület, mint tavaly volt? Hát a tavalyi évben a tavasz sokkal szárazabb volt, mint ebben az évben, tehát sokkal több talajban levő mag csirázott ki az idén, sokkal több csapadék esett később is, és most ez a meleg, az húzza fel a gyomot, tehát sokkal intenzívebb lesz a növekedése is. Azt, hogy mondjuk tavaly jól végeztük a dolgunkat, sokat kiirtottunk, akár a városlakók a saját kertjükben, akár a hozzáértő szakemberek vagy a hivatal, az nem befolyásolja az idei évet semmiképpen sem? De nagyon is befolyásolja a közvetlen környezetünkben is, és a szántóföldön is. Nagyon sokat jelent, hogy milyen kultúrállapotban van egy-egy szántóföld, vagy egy-egy ültetvény. Tehát ha jó kultúrállapotban van, jó kondícióban vannak a kultúrnövények, akkor ezeknek a növényeknek is van egyféle gyomelnyomó képessége. Kevesebb mag marad a talajban, de jellemzően a parlagfű mag az három évtizedig is nyugalmi állapotban tud lenni a talaj felső rétegében. Most milyen állapotban van a parlagfű? Nyilván még nem virágzik, tehát még nem zavarja az allergiásokat, de eljön az idő, amikor így lesz. Most, tehát az érdekesebb a parlagfűben, hogy ez még nyáron is tud csirázni, tehát a nagy forróságban is, hogyha kap egy csapadékot, és kedvezőek a körülmények, akkor nyáron is tud csirázni, tehát folyamatosan lehet csirázó növényt is látni. A fejlett növények már több leveles állapotban vannak. A jellemzően a tömeges pollen szóródás az július végén kezdődik, és augusztusban tetőzik. Nem azt mondom, hogy csak az önök feladata a parlagfűmentesítés, de nyilván hatékonyan tudnak önök is fellépni. Hogyha több lesz a parlagfű, több lesz a terület, akkor nyilván kell valami plusz segítség is. Lesz idén plusz segítség a tavalyihoz képest? Így van. Természetesen a hatóság nem fogja tudni ezt önmagában egyedül megoldani ezt a problémát, vagy csökkenteni ezt a problémát. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben egy nagyszerű együttműködés indult meg a polgárőrökkel. A minisztériumunk, a Földművelési Minisztérium és a Polgárőrök Országos Szövetségének a vezetői megállapodtak egy közös programban, egy együttműködésben, amit mi természetesen itt megyei szinten is folytattunk. Az egyeztetés után itt a megyében a növényvédelmi osztálynak a szakemberei
tájékoztatást adtak a polgárőröknek a parlagfűről, a biológiájáról, a növekedéséről, és minden, tehát minden rendelkezésünkre álló ismeretet átadtunk. A polgárőrök felajánlották, hogy önkéntesen és gyakorlatilag pénz nélkül részt vesznek a parlagfű felderítésében. Ők helyi ismeretekkel is rendelkeznek, a helyi gazdákat, a helyi földtulajdonosokat, földhasználókat figyelmeztetik, hogy parlagfűvés a területe, és hogyha a földhasználó vagy a gazda nem tudja, vagy nem akarja a mentesítést végrehajtani, akkor jelzik nekünk, és ami a törvény eszközeivel, akkor kikényszerítjük, vagy végrehajtjuk a mentesítést. Gyógyszertárakban lehet például ilyen plakátokat látni, hogy vigyázzunk a parlagfűvel kapcsolatban. Nyilván nem arra gondolnak, hogy vegyünk olyan gyógyszert, ami segít a kiküszöbölésében. Igen. Ez is újdonság. Így van, egy új megállapodás a gyógyszerészeti kamara és a növényorvosi kamara között létrejött egy együttműködés, ahol, ami arról szól, hogy a gyógyszerészek is a gyógyszertárakban a mentesítésre hívják fel a figyelmet. Tehát nem azt próbálják erőltetni, hogy antiallergén anyagokat vegyünk magunkhoz, de gyógyszerekkel próbáljuk az allergiát visszaszorítani, hanem előzzük meg ezt a problémát. És most látható jelei vannak a gyógyszertárakban, például a plakát formájában. Pénzkérdés a parlagfűelleni védekezés, vagy szemléletbeli kérdés? Milliókat, több mint 500 millió forintot kapnak idén a civilek például ilyen jellegű feladatra. Nem tudom, hogy milyen munkát végeznek ők el. Nyilván a hatóság is folyamatosan figyel. Ha kell, akkor bírságból is kényszerkasszál is folyamatos a felvilágosítás. A média is erről beszél. Ez pénzkérdés? Vagy eljöhet majd egy olyan boldog kor, amikor ezt a témát nem kell, hogy megbeszéljük? Pénzkérdés is kis részben, én azt gondolom, hogy kis részben pénzkérdés, de nagyobb részben a szemléletváltozás az, ami komoly eredményt hozhat majd. Azért én azt gondolom, hogy senki nem számíthat arra, hogy 1-2-3 év alatt itt a Kárpát-medencében megoldjuk ezt a problémát. Ugyanis bekerült ez a növény Amerikából a Kárpát-medencébe, jól érzi magát, mások is jól érzik itt magukat, a parlagfű is jól érzi magát, nagyon nagy mértékben elterjedt, nem tudjuk, hogy természetesen még satszolni sem lehet, hogy hány milliárd mag van a talajainkban, hisz egy-egy tő több ezer magot tud hozni, több millió, akár több tízmillió pollent is tud szórni, és ezeknek a magvaknak a nagy része ott van a talajainkban. Mint említettem, 20-30, akár 40 évig is nyugalmi állapotban csirázó képességét megtartva ott tud maradni. És akkor július 1-től, mint ahogy tavaly is, meg tavaly előtt is már, indul a kényszerkaszálás, tehát akkor érdemes mindenkit megszólítani. Így van. Szeretnénk mindenkit előre figyelmeztetni, hogy megvan ez a kötelezettsége a földhasználóknak, földtulajdonosoknak. Ez a földhasználó nem csak a szántóföldet jelenti, hanem belterületen is, akár a kiskerteket, vagy a kerítés melletti kis sávokat is. A jogszabály nem változott, tehát a kötelezettség megmaradt. Július 1-től van jogunk a hatóságnak felderíteni. Nem változott az sem, hogy a földhivatal munkatársai, akik a felderítést végzik, akik beazonosítják a területet, átadják nekünk az információt, és innentől kezdve a növényvédelmi felügyelők azok, akik eljárnak. Főosztályvezető helyettes úr, várjuk Önt mondjuk a nyár végén, és megnézzük, hogy való idén sikerült-e a megfelelő mennyiségű parlagfűvet kiirtani. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.